honnan tudod, hogy éppen meg tudod különböztetni, hogy mikor szól a szíved, és mikor szól az eszed, vagy az agyad? Hogy tudod ezt szétválasztani jól? Erre van egy nagyon jó trükk, ezt bedőltem, hogy barátomtól tanultam. Dobd föl egy érmét, és amelyik érem oldalnak drukkolsz, hogy úgy essen le, akkor az a szíved. Bukarestben voltam 2 év a Brand Minds-on, és a Columbia Egyetemről volt ott egy professzor, egyébként indiai származású. Nagyon megérintett egy mondatával, amikor azt mondta, hogy igazából nincsenek nemek, nincs olyan, hogy nő, férfi, nincs olyan, hogy bőrszín, ember vagy. És nincs olyan, hogy kor, életkor, fiatal, öreg. Tehát egyetlen egy létezik az ember. Tudod, mit figyeltem meg, és mindig idejuk adok ki? Félelem. Uh-huh. Félelem a biztatart. Ha nem félsz, akkor mész és csinálod, és majd lesz valahogy, úgyis jól lesz, fölállsz, mindenre van megoldás. Csak kérdés, hogy milyen mindsettel beszélgetsz saját magaddal. Hogyan lehet félelem nélkül vállalkozni? Hogyan lehet a boldogságot elsődlegessé tenni a pénzzel szemben? Hogyan lehet előre bizalommal hozzáállni minden üzleti helyzethez? Mindezeket 25 év távlatából vizsgáltuk Forrai Nikivel, akivel egy fantasztikus rálátást kaphattunk arra, hogy milyen nőként egy hatalmas vállalkozást építeni, és emellett figyelni arra, hogy a boldogság a cégkultúra része legyen. Egy igazán inspiráló, felemelő adással várunk titeket, ami mindenkit el fog gondolkodtatni arról, hogy megváltoztassa a hozzáállását a vállalkozó életéhez. Ez itt a Business Boys Podcast, és kezdünk! Már önmagában egy jó apropó lenne az, hogy egy 800 milliós árbevételű vállalkozás vezetőjével beszélgetünk a következő adásban ahhoz, hogy figyelmetekbe ajánljuk ezt a mostani podcastet, kedves hallgatóink. De hát egy olyan új Business Boys Podcast hallgatói lehettek, amiben ennél többről is lesz szó, egy nagyon inspiráló vendégünk van Forrai Nikolett személyében, úgyhogy fogunk itt beszélni az elmúlt 20 évnek a vállalkozói útjáról, arról, hogy miben volt más 20-25 évvel ezelőtt vállalkozni Magyarországon, pláne nőként, és hogy mik azok a tapasztalatok, amik így 2021-ben is érvényesek tudnak lenni ebben a vállalkozói kultúrában. Illetve hát nagyon sok izgalmas története van Nikinek, amin keresztül egy hihetetlenül eredményesen működő vállalkozást épített fel. Úgyhogy majd a számokat mindjárt meg fogjuk beszélni, be fogjuk mutatni nektek Nikit rendesen, de hát köszöntöm a kötelező kellékeket, Virág Attillát és Mester Tomit. Sziasztok! Sziasztok! A virtuális színpadon, és akkor szia Niki, köszönjük szépen, hogy itt vagy, köszöntünk a podcastben. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Jó egy női hangot hallani ismét, tehát itt próbáltuk összeszámolni az adás előtt, hogy hány női vendégünk volt, 2 ilyen vendéget tudtunk találni, de egyikről sem mondható el sajnos még, hogy olyan árbevételű céget tudtak létrehozni, mint amit te elértél. Ezt mondjuk ki az adatokat, hogy ugye a Ballon World Hungary-ről beszélgetünk, az ünnepekáruháza.hu ennek a B2C változata, és ez a cégetek, ez 800 milliós árbevételt csinált 2019-ben, és ugyan, ha jól hallottam, volt egy kis visszaesés 2020-ban így a korona mellett, de hogy azért ez elképesztő, gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen, meg szokták kérdezni, hogy ezt hogy csináljuk, mindig az a válaszom, hogy kurva sokat kell belőle eladni. Egyébként tényleg, mert kisértékű termékekről van szó, tehát tényleg nagyon sokat kell belőle eladni. Hát láttunk ilyen azot, hogy 4 millió lufit kell értékesíteni? Így van, egy év alatt 4 millió lufit adunk el, és ez mellett még ugye parti kellékeket, jelmezeket, dekorációs termékeket. Azt néztem, hogy valami 8000 terméketek van, vagy valami ilyesmi terméket elmondtad? 8000 cikk számunk van, és pont most néztük meg, hogy ez a 8000 cikk szám, ez 400 000 termékben, mint leltár. Ja, méretkülönbségek, színkülönbségek, ugye? Tehát, hogy szín és méretben eltérnek. Igen, színben, méretben. Hát ez elképesztő, hogy bele se tudok gondolni, hogy egy parti kellék cégben mi az a 8000 darab, vagy 400 000 darab, ami egy ebben a világban így meg tud fordulni. Mik azok a termékek nagyjából, vagy mik a top termékek nálatok? Mi lefedjük az egész évet, az összes ünnepét, a Valentin naptól a farsangon át, a ballagás, a Mikulás, a karácsony, a szilveszter, esküvők, lánybúcsuk és a születésnapok. Kerekévszámmal,
első születésnap, baba születés. Tehát akkor most már tudjuk, hogy kit kell hibáztatni a nyáron vonuló lány vagy legény búcsuk kellékei miatt, akik hát hatalmas lufikkal és ilyen mellkason átvethető szalagokkal rendelkeznek. Így van, azok a nőbandák így felszerelkezve valószínűsíthetően. Igen, nagyon széles a lány búcsos választékunk. Oké, beszélünk majd mindenképpen a számokról. Maradjatok a kedves hallgatók velünk, mert az adás végén csinálunk egy játékot, elmondjuk nektek, hogy hogyan tudtok nyerni egy remek könyvet. Viszont nagyon érdekel minket így mindhármunkat az, hogy hogy nézett ki 20 évvel vagy 25 évvel ezelőtt a vállalkozói világ Magyarországon, amikor te belevágtál végül is ebbe, hogy ugye mi mind a hárman a Ati és Tomi így az elmúlt néhány évnek a vállalkozói kultúrájában nőttünk bele, az internet, az okostelefon az elkerülhetetlen része annak, hogy mi tudjunk vállalkozni, kereskedni, ugye a Tomi teljesen nemzetközileg csinálja a bizniszeit, tehát konkrétan csődbe menne, hogyha nem lenne internet. Te pedig abban az időszakban kezdted ezt el, amikor, hát ha jól sejtem, akkor levélben és faxon kellett megrendelni az árut. Igen, tehát a kérdés az, hogy a 90-es évek elején hogy nézett ki egy startup, amikor épp hogy átváltottunk telex gépről fax masinra, igen. Leveleztünk. Egyébként nagyon sok kommunikáció ment még postai úton. Amíg meg nem érkezett a telefax, akkor viszont ilyen kilométer hosszú papír hömpölygött ki például egy-egy szállítmány számlája a faxképből, és arra a hőpapírról jó hamar el is tűnt az, amire nyomtatva, hogy gyorsnak kellett lenni, le kellett fénymásolni, hogy megmaradjon normális papíron a hőpapíros cucc. Irdatlan lassú volt. De akkor is úgy élted meg, hogy lassú az egész? Vagy ugye nem volt akkor nem tudtuk, milyen a gyors. Igen. Így van, nem tudtuk, milyen a gyors. Egyébként az emlékszem, amikor volt, ugye bejött az, hogy internet és e-mail, és akkor lett nekünk is e-mail címünk, és akkor jött egy e-mail, akkor így oda rohant az egész iroda, ami három főből állt akkor, és sikítoztunk, hogy jött egy e-mail, ezt nézzétek. Aztán utána lassan hozzászoktunk. Igen, ahhoz, hogy akartam, e-mailt kapunk, és ilyen kommunikációs csatorna is létezik. Hogy én azt hittem, hogy a gyerekek e-mail címmel születnek, de akkor ezek szerint nem. Nem. Meg okostelefonnal járnak most már 6 évesen első osztályba a gyerekek, tehát egy egész más. Igen, emlékszem, hogy az első évben még nem is volt, 94-ben vettem az első mobiltelefonomat. És valószínűleg te akkor eléggé early bird voltál. Én abszolút, tehát így megjelent a Pannon-gél sem Magyarországon, és így rohantam a nyugati térre a boltjukba, hogy ide nekem, ugyanis nem volt vezetékes telefonunk. Tudod, azt régen azok kapták, aki orvos, ügyvéd és ilyen mindenféle fontos ember. Tehát nem volt telefon sem. De akkor nem nagyon tudtad senkit sem felhívni azzal a telefonnal, hiába volt neked. Igen. Akiknek már volt ez a veszteles 60-as ilyen táskával közlekedtek, voltak még olyan mobiltelefonok, és azokat már föl tudtam hívni, azokat a 30-asokat. És mi volt itt 25 évvel ezelőtt, amikor te így belecsöppentél a vállalkozásba? Mi volt az első ötlet, vagy mi volt az első projekt, amiben elindult egyetlen, hogy jött az, hogy vállalkozni szeretnél? Ugye én külkert végeztem, és német-magyar vegyes vállalatoknál dolgoztam, tehát volt nekem is 3 munkahelyem, ahol importtal foglalkoztunk, olyan érdekes termékek importjával, mint például búvárszivattyú vagy hőtágulási tartály. Tehát ilyen nagyon műszaki vonal volt és cucc. Teljesen véletlenül jött az életembe az első termék, átmentem egy barátnőmhöz aludni, akit Anitának hívnak, és akkor jött haza New Yorkból a nagynényétől, és így a hálószobájának a mennyezetére fel volt ragasztogatva egy csomó világító matrica, tudjátok, ezek a foszforeszkáló csillagocskák. És én Anitánál ezt nézem, mert ez tök jól néz ki, nincs Magyarországon, abszolút réspiac termék, mondom, ilyet valahonnan kéne szerezni és kéne árulni, tehát így megfordult a vállalkozás gondolata a fejemben alkalmazottként, egy barátom akkor ment ki pont New Yorkba, és mondtam neki, hogy figyelj, ilyet hozzál, keríts valahonnan, és hozott 2 félét is, és az egyik az egy barcelonai, egy spanyol cégnek volt a terméke. Fogtam magam, írtam a spanyoloknak, hogy hát én ezt szeretném. Ők megmondták, hogy jó, ez mindez levélben történt, tehát azért úgy várni kellett, amíg megjött a katalógus, meg a válasz, és az volt az első termék. Alapítottam gyorsan egy BT-t, egy betéti társaságot, és ugye a 8 órás búvárszivattyús munkahelyem mellett, akkor én elkezdtem árulni a kis csillagocskákat, tudod, számlatöm még papíron, és hát benzinkútról benzinkútra, mert pont volt egy barátom, aki a 3 szög szendvicseket szállította benzinkútról benzinkútra, egy beültem mellé,
és 6750 forintos kis számlácskáimat írtam, mert annyiba került egy 25-ös display ezekből a világító csillagocskákból. És ehhez szerintem akkor tegyük hozzá, hogy most ugye egy olyan kultúra van, meg olyan világ van, ahol a YouTube-ról, meg mindenhonnan podcastekből az árat, hogy legyél vállalkozó, próbáld ki magad, bátran, kockázatvállalás, stb. De ez akkoriban szerintem nem volt jellemző, hogy minden sarokból, a tévéből, mindenhonnan az áradjon, hogy lehet vállalkozni, szabad vállalkozni, hogy kell BT-t nyitni, hogy egyáltalán számlát kell adni. Egyáltalán nem volt divat, sőt, ugye 89 vasfüggöny, akkor mentünk át, akkor liberalizálták az importot. Emlékszem, hogy az én első munkahelyem olyan cégek voltak, korábban külkereskedni csak állami cégek külkereskedtek, és ilyen 90-es évek elején estek szét ezek a nagy állami cégek, és apró KFT-k, akik már szabadon importálhattak termékeket. Tehát ez nagyon-nagyon a kezdet volt. Én nem is tudom, hogy csöppentem bele. Tehát valószínűleg már beleszerettem, és én valamiben beleszeretek, akkor azt végigcsinálom. Pont ez az érdekes benne, hogy egyáltalán eszedbe jutott, hogy nem álltál ott meg, hogy szeretnél te is otthonra egy világító matricát a falra, hanem hogy ezt árulni kéne. Árulni. Ezen sokat gondolkodtam, hogy vajon miért. Lehet, hogy a kereskedő vér, ami egyébként ugye a családunkban benne volt, csak azt, amikor volt egy olyan, hogy háború, és akkor a háború után ugye mindenből államosított motyó lett, akkor nagypapám még élelmiszerkereskedők voltak, volt egy kis sarki fűszeres boltjuk, akkor egy másik nagypapa, az Németországban kefegyáros volt, tehát itt van a múltban meg a vérbe kereskedő, meg gyártói vér, lehet, hogy az jött ki rajtam, nem tudom. Csak várt a lehetőségre, hogy kibukkanjon. Mikor lehet szabadon kereskedni. Itt, amit így Adi elkezdte pedzegetni ezt a témát, egyáltalán cégalapítás, könyvelés, jogszabályoknak az ismerete, vám, jó mondjuk az neked a munkahelyedből jött önmagába ezeknek a tudása, de... Honnan? Elmondom, hogy honnan. Figyelj, akkor tudod, mi volt? Na, internet nem volt, mobiltelefon nem volt. Voltak olyan dolgok, mint Express magazin, ahol voltak apró hirdetések, vagy volt olyan, hogy Pesti Est, amiben voltak apró hirdetések, és az én apró hirdetési újságokban egyszer csak kiszúrtam egy olyat, hogy Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Központ tart egy nem tudom én hány hetes vállalkozói tanfolyamot. Mondom, alleluja, rohantam, és a Blaha Lujza tér közelébe volt, és megcsináltam a tanfolyamokat, egy tök jó, hogy Gödöllői Egyetemről voltak oktatók, meg minden, szerintem ez volt az első ilyen vállalkozói tanfolyam Budapesten, Magyarországon, így a nyitás vasfüggöny lehullása után. Megvan azóta a könyv, és egy szuperul összeszedett akkori viszonyoknak megfelelő anyagot adtak le, és pályázni is lehetett, az volt a legjobb, ugyanis egy ilyen mikrohitelből vettem meg életem első autóját, ami egy Volkswagen kis kombi volt, nyilván használt, de tudtam már onnantól kezdve árut szállítani, nem kellett beülni a barátom autójába. Úgyhogy igen, egy apró hirdetés. Ez most is jellemző rád, hogy azonnal lecsapsz ezekre a lehetőségekre, amiket mások még nem nagyon próbálnak ki, vagy nincs a mainstreamben, de te érzed benne a lehetőséget? Igen, én mindig azokat a dolgokat kerestem, ami más, vagy ha termékről beszélünk, ott is mindig a piaci rés terméket, például a második termékünk, az egy tojásfólia volt, egy húsvéti tojásfólia. Kimoltam az őszi BMW-n, ugye én németes voltam, angolul csak később tanultam meg, egy német cég standján hostess tolmács. Ebédszünetbe elengedtek, elkezdtem nézelődni a többi standon, és láttam egy icipici standot, egy srác állt rajta egy rezsóval, a rezsó az egy ilyen vízforraló, és azt csinálta, hogy tojásokra ráhúzott egy ilyen kis átlátszó mintás fóliát, és belemerítette forró vízbe, majd 3 másodperc múlva kiemelte, és készen volt a díszített húsvéti tojás, Flintstone mintákkal, Disney figurákkal, virágmotívumokkal. Álltam, hogy ez nagyon jó. Egy amerikai cég volt egyébként bratislavai pozsonyi székhelyen. Én már a BMW után mentem is hozzájuk, hogy ezt hozzuk, és a világító matricák kapcsán nagyon jó barátságban voltam a Brandonnak a kereskedelmi igazgatójával, egy fiatal srác volt, és akkor neki mondtam, figyelj, ezt csináljuk, ebből rohadt sokat el lehet adni. És rohadt sokat eladtunk belőle, mert a Guidonak remek kapcsolatai voltak, Tesco, akkor a Matchpa, Metro, Spar, tehát hiperek vitték, úgyhogy ilyen tonna szem hoztuk be, de mindezt úgy csináltuk, hogy egy fillérünk nem volt. Kimentünk Pozsonyba, és mondtuk az amerikai Palinak, hogy hát itt vagyunk,
nagyon lelkesek vagyunk, jók a kapcsolatunk, de pénzünk az egy száz se, és hogy hát a Tesco meg ezek ugye 77 napra fizetnek. És Michael így nézett rá, mondta, hogy jó. Tehát gyakorlatilag egy gentleman agreement kézbecsapás keretén belül elindult a húsvéti tojásfólia szállítás Magyarországra, 3 évig csináltuk. Hát a barátom az egy lakást vett belőle, én pedig pont a Michael irodájába találkoztam a lufikkal, mert hogy ugye a Pali amerikai volt, a mi legnagyobb légömárkánk az is amerikai, és az egyik ilyen alkalommal, amikor a tojásfóliákért mentem ki Pozsonyba, ennek az amerikai fickónak ültem az irodájába, és vártam, hogy elvámolják a cuccot, ugyanis, srácok, akkor még nem volt Európai Unió, tehát nem csak úgy hoztuk, vittük itt, nem tudom én, 20 országból oda-vissza a motyot, akkor kőkeményen importálni kellett vámolni, és olyan vámok voltak, meg vámpotlékok, hogy hát én 40% körül is volt, hogy fizettem egy szállítmány után. Kemény volt. Egész más világ volt. Tehát annyira szabadabb most minden, és annyira kötött volt akkor. No de, Michael irodájában ülve, előttem egy magazin, elkezdem lapozgatni, tele csodálatosabbnál, színesebb lufikkal, léggömb kompozíciókkal, dekorációkkal, és mondom a Michaelnek, ez meg mi? És mondja nekem, hogy hát ez egy amerikai termék, most kezd el forgalmazni Pozsonyba, meg Csehszlovákiába. Elmondom, hogy akkor még nem volt olyan, hogy... Azt nem mondta, hogy akkor még nem volt lufi. Nem, volt? A Szlovákia nem volt. Ja, jó. Mert... Nagyon őskormi. De, mondja, nem, akkor... Szlovákia. Nem, vagy talán akkor már épp, hogy... Tehát mondja, hogy akkor ő Csehszlovákiába, vagy Cseh és Szlovákiába kezdi forgalmazni ezt a lufi márkát. Ez nekem nagyon tetszik. Mondta, hogy igen. Mondom, hogy igen, fölemelte a telefont, ami tudod, ez a tárcsázós, nagy boomsli vajszínű izé volt, mert akkor még nyomogom sem volt. Föltárcsázta Londont, és mondta az angoloknak, hogy hát van itt valaki Magyarországról, akinek ez a lufi nagyon tetszik, és így jött bele az életembe ez a márka. De amúgy a mai napig ilyen nyitott szemmel járó vagyok, és imádunk innoválni, imádjuk az újításokat, tehát nálunk folyamatos fejlesztések vannak a cégnél, szerintem ez lehet a sikerünk egyik alapja. Bocsi, nem akarok előre rohanni, de hogy erről rögtön eszembe jutott, hogy szerinted régen volt több lehetőség, ilyen, amikre így le lehet csapni, vagy ma van, vagy nincs különbség egyáltalán. Tehát, mert így, ahogy mondod, nekem most tök más világban mozgok, meg nevelkedtem, de hogy valahogy az azért csábító is ezekben a 90-es évekbeli sztorikban, hogy akkor ugye, mivel nem volt internet, ezért az olyan embereknek, akik le tudnak csapni az ilyen lehetőségekre, mint te, sokkal kisebb volt a verseny, tehát a versenytársaik, nem volt kvázi más, aki azt mondta, hogy jó, akkor találtam a neten lufit, akkor én is behozom. Hajlok arra, hogy igennel válaszoljak erre a kérdésre, és tudod miért? Emlékszem, hogy mindez ilyen 93-94 környéken történt velem, és amit éreztem, hogy 89-ben volt az, hogy vége a kommunizmusnak kvázi, ez 4 évre rá nekem volt egy olyan érzésem, hogy én már mindenről le vagyok maradva. Mert a 4 évben már ez a kvázi ez a szabadrablás keretében az egész piacon. És az ott ugye még 20 eltelt. Uh-huh. És most már tényleg minden elérhető. Ja. Ja. Na mindegy, nem akartam itt nagyon belekavarni a tematikánkba. Kicsit nosztalgiáztunk, de hogy arra voltunk így kíváncsiak, hogy végül hogy jutottál oda, hogy jött a Ballonworld Hungary, ugye ott tartottunk Michaelnek az irodájában, és akkor te ezt behoztad, de azért ez, ha jól tudom, ez talán 90-es évek közepe környéke, így van, ahol járunk 90-es most. 90-es évek közepén járunk. És most 2019-2020 környékén ez egy 800 milliós árbevételű cég. Kicsit tudom, hogy nagyon leegyszerűsítés, de hogy lehetne egy vonalat húzni a kezdet és a jelen között? Görbét. Egy exponenciális görbét. Ami nagyon-nagyon lassan ívelt föl, és gyakorlatilag az elmúlt 5 év, te is észrevetted azt a kiugrást 2015-ben, amikor úgy igazán meredekké vált, és igazán profitábilissá is vált az év step by step, lépésről lépésre, úgy kezdtem, mint mindenki más, saját lakás kis szobájába az iroda, utána az első munkatárs, 4 órás kolléganő, aki beszél angolul, mert én akkor még nem beszéltem. Külső raktárt béreltünk, mi több vámraktárt, annyi pénzünk nem volt, hogy belföldiesítsem az indulókészletet, amit az angolok ide küldtek 70 szint lufiba, hanem
dobozról dobozra, színről színre tároltuk ki a vámraktárból, tehát a zöld lufi kellett, kitároltuk a zöldet, kifizettünk két doboz zöld lufira a vámot, utána a piros kellett, akkor kitároltuk azt is, és csak arra fizettük a vámot. Úgyhogy nagyon step by step, és hát az elején volt benne minden. Az uzsora kamattól a akkor, nem hiszitek el, 40% meg 42% volt akkor a hitelkamat. Tehát egyáltalán hitelezett egy bank. Emlékszem, amerikai barátaink voltak itt, és hát ugye angolul mondjuk, hogy 40%, és háromszor visszakérdeztek, hogy 4, 4, no, 40, 14, no, 44, 0. Nem akarták elhinni. Tehát azért voltak kemény feltételek, amik azért ma már lényegesen könnyebbek. De pont ez az érdekes benne, hogy, ez nem riasztott el téged. Tehát lehet, hogy a nagypapák ágáról származó kereskedővér, de hogy, pont ezt azt az ellentmondást akartam ott az elején kicsit kinagyítani, hogy, most a mikorunkban mindent meg lehet tanulni. Mindent ki lehet próbálni, százféle helyen lehet elsajátítani ezt a tudást, és ezer olyan ember van, aki sorban áll, hogy elmondja neked jó pénzért azt, hogy én is ezt csinálom, hogy, hogyan csináld meg, és hogyan juss el, hogyan legyél sikeres, és ráadásul még 100 másik embernek ugyanazt elmondja, és ez mindez mondjuk csak egy mikrokörnyezet, mert egyébként meg globálisan tök ugyanaz működik. Tudod, mit figyeltem meg, és mindig idejuk adok ki? Félelem. Félelem a visszatart. Ha nem félsz, akkor mész és csinálod, és majd lesz valahogy, úgyis jól lesz, fölállsz, mindenre van megoldás. Csak kérdés, hogy milyen mindsettel beszélgetsz saját magaddal, szerintem. Az is egy kemény, csak teljesen más típusú világ és környezet volt, de az ember az ugyanaz, meg az embernek az érzései, az ember hozzáállása, az ember hiedelmei. Én azt hiszem, Henry Fordnak volt egy olyan mondata, hogy bárhogy is gondolod, az úgy lesz. Tehát ha te így gondolod, akkor úgy lesz, és azzá válik a dolog. Ha pedig az ellenkezőjét gondolod, akkor pedig az ellenkezője fog megtörténni. Igen, mondjuk ez a 40%-os hitel, ez nagyon durván hangzik. Tehát én így vele gondolok, hogy most bemegyek a bankba, és megkínálnak mondjuk egy 5%-os hitellel, és így az ember kicsit húzza a száját, hogy hát annál találok olcsóbbat másik banknál. Mondok jobbat, az uzsora hitelek, mivel a bankok nem hiteleztek, tehát muszáj volt magántőkét bevonni, ugyanis én amikor kezdtem, apukám odaadta az összes spórolt pénzét, ami 200 000 forint volt, és nagyon sokat dolgozott érte külföldön, Szíriába volt egy kiküldetésbe, és azt a pénzét adta oda nekem. De hát ugye 200 000 forintból azért nem lehetett indulókészletet venni, meg céget felállítani, munkatársak, stb. Úgyhogy én folyamatosan csak külső forrásból tudtam megoldani, bankok nem adtak, akkor jött a... nem tudom, hogy fogalmazzak, jött a másik oldal. Igen, akkor uzsora. Kockázati tőke befektető, az akkori verziója. Hát havi 10%. Ha már havi 5 volt, az már kurva jó volt. Az kemény. De kigazdálkodtátok, és ahogy akkor néztük, akkor azért az első, meg ahogy értem, akkor az első 10 évben, de lehet, hogy többen is, akkor nagyon minimális volt ezen a profitotok. Tehát, hogy így cashflow-ba kijöttetek, meg egy, az látszik szépen a grafikonon, semmi hogy évről profit. Évre nőtt a bevétel, de hogy a profit, és profit, és... profit nem volt. Azt nem láttam, szerintem 15 évig profitot. Valami 15 láttunk az adatokban, de hogy, 2000-től néztük az adatokat, és 2015 környékén kezd el megjelenni egy olyan eredmény érték, ami már az meg komolyabb. De hogy előtte ilyen pár millió forint, 1-2 millió vagy nulla volt, de gondolom még azt is visszaforgattátok nagyjából. Én folyamatosan mindenfélért visszaforgattam, semmit nem vettem ki, tehát én igazából mindig albérletbe laktam például. Tehát azt, hogy most én kivegyek, házat építsek, fel sem merült, minden ment vissza készletbe és a cégbe. Viszont amikor eljött az a pont, amikor már annyira nagy volt a készlet, nagy volt a vevőszám, és nagyon jól pörgött az egész, és nagyon optimális készletet forgattunk és pörgettünk, na onnantól kezdve gyönyörűen megjelent a profit, és onnantól kezdve... Már vettél házat. Én lakásokat veszek egyébként befektetési célnál. Én valamire ebbe látom a passzív jövedelemnek a formáját, de igen. Nekem csak az jut, és pont az előző vendégünknek hasonló sztória volt, ők osztalékot nem vettek ki 10 évig a cégükből, kicsit más volt a modell, de hogy neki is ugyanezt a kérdést tettük föl, mint neked is, hogy mi tart valakit 10-15 évig az úton, amikor nem látja ezt a
konkrét, kézzelfogható profitot, amit ki tud venni a cégéből. Tudom, hogy nem csak a pénz számít, de azért mégiscsak olyankor így megfordul az ember fejében, nem, hogy akkor lehet, hogy máshogy azért több pénzt tudnék keresni, és te mégis, meg ő is, mégis ott maradtok, amit csináltok, és azt az irányt csináljátok tovább, hogy ez mi az, ami neked a motiváció, mi az, ami téged ellenére, az úton tart. Hogy osztalék nem volt, meg profit nem volt, én nagyon-nagyon jól éreztem magam ezen az úton. Ugyanis importőrök vagyunk, 60 különböző cégtől legalább 20 országból importálunk, és mivel nekem utazás a mániám, hogy így mondjam, emiatt én állandóan utazhattam. Én mindig mentem, tehát Amerikába a keresztülkasul nyilván cég számláján lehetett ezt megtenni, mert kint vannak a partnerek. Tehát én annyira boldog voltam menet közben is az úton. Az soha nem zavart, hogy albérlet, mert ha van mondjuk egy medence az udvaron, az nem egy olyan rossz albérlet. Tehát azért egy olyan lifestyle biztosított ez az egész, csak még nem azt a passzív jövedelmet, ami mondjuk már egy osztalék formájába. De jól éreztem magam végig. Oké. Uzsora kamat, új termékek, megalakul, növekszik, nagy osztalék nincs, de egyébként jó életed van. Hány órákat dolgoztál? Kimondom a messzem, kurva sokat. De sokat. Hétvégén szeretem a legjobban dolgozni, mert akkor nyugalom volt, nem igen. Ugrált az agyamon senki. Tehát szerintem ilyen 14-eket tudja, hogy toltam bele. Minimum. Én úgy csináltam ilyen LKG-szerűen, hogy mindig megtoltam, tehát akkor benn voltam késő estig, benn voltam hétvégeken, és nem viszont leléptem 3 hétre mondjuk Chicago Miami-val összekötve, mert Chicago-ban volt a játékkiállítás, Miami-ban meg muszáj volt lemenni, hogy tél volt, melegbe is legyünk, vagy ugye megint megtoltam, akkor mondjuk kimentünk Olaszországba, ott azt is összekötöttem valamivel. Tehát, hogy én egy ilyen LKG típusa vagyok, hogy nagyon megtudom, aztán kipihenem utána. Nagyon megtudom, és kipihenem. Mai napig így van. Csak most már hosszabb időre megyek el. És rövidebb ideig tolom. Jó, de akkor ez a kurva sokat, mondjuk ezek a 14, 16, 18 órák, gondolom éveken keresztül. Tehát akkor igazából te mindent ennek a cég érdek vagy cégre raktál fel. Gondolok itt barátok, magánélet, talán nem, még azért, a család azért is. Volt mellett. Én nekem, hát keveredett. Nekem 8 évig volt egy olyan párom, aki szakmabeli volt, olasz egyébként, és így egy kicsit hazavittük a munkát. Aha, meg nem, ő állarcokat töröd az olaszország állarcok. Igen, Velencék a neve. Igen. Vagy nagyon sokat utaztunk együtt, Japántól, Ázsiába rengeteget jártunk. Ő instruktor volt, ment tanítani, én meg mentem vele. Árubeszerzés céljával. Árubeszerzés, igen, így van. Piacfelmérés céljával. Így van, pont a japán kapcsolat az rajta keresztül jött. Ha már Ázsiánál tartunk, nekem az jár a fejemben, hogy egy olyan bizniszben, amit szerintem most eléggé valószínűleg uralnak a kínaiak, vagy hát így próbálnak ott nagyon uralni, hogy tudsz nem kínai forrásokkal, vagy a kínaiakkal versenyezve talpon maradni és növekedni ilyen ütemben? Hát egyre nehezebb, és Európán belül is nagyon sokan panaszkodnak, különösen a spanyol piacot érinti ez a kínai tömegáru, főleg lufiban. Ami fegyverünk, az ügyfelszolgálat, és a vevőszolgálat. Mert az ár az egy dolog, de az pedig a másik dolog, hogy a vevő hogy érzi magad nálad, mennyit törötsz vele, hogyan foglalkozol vele, mit adsz meg neki szakmailag, üzletileg. Nálunk ugye nagyon erős a képzés, a viszont eladóinkat is képezzük, csak egy példa, most vasárnap lesz egy Zoom tanfolyamunk, lufis tanfolyam egyébként, egy Valentin napi tanfolyam, és pont most adtuk fel a kis dobozokat kedves viszonteladó partnereknek, akik jelentkeztek erre a tanfolyamra, és a dobozban benne vannak a lufik, arra is odafigyelünk, hogy azt a lufit, amit fel kell fújni, és le kell hegeszteni, neki azzal se legyen gondja, már felfújva, lehegesztve ment el nekik a dobozba, plusz egy monserés bombon is belekerült, amit már esznek, és boldogan posztolják a Facebook zárt csoportba, mert meglepetésként csokit küldtünk nekik. Tehát ez a sok-sok apró érintés.
Van a vásárlóitokkal egy Facebook zárt csoportotok? Van, igen, a viszont eladóinkkal egy Facebook zárt csoportunk. És ők egyébként a viszont eladók, ők milyen kereskedők, mivel foglalkoznak általában? Ez egy nagyon érdekes a mi iparágunkban, partiboltok. Tehát mondjuk Debrecenben, Miskolcon, Szegeden partibolt, lufibolt, de nagyon sok irányból jöttek hozzánk, ugyanis 20 évet, tehát amikor 20 éven kimondtam azt, hogy parti kellnék, akkor mindenki nézett. És el kellett kezdenem mondani, hogy tudod, tányér, pohár, szalvéta, dekoráció, szülinapi füzér, tehát nem volt, és nem értették. Például az első években, tehát az, hogy Halloween, azt se értették. Nekünk az október a legrosszabb hónapunk volt, annyira gyenge hónap volt, most meg 5 éve, tehát ilyen csúcs hónap, és a legnagyobb árbevételünk nagyobb, mint a karácsony. És a kereskedőink nagyon-nagyon sok irányból érkeztek hozzánk. Figyelj, nem fogod elhinni, a legjobb kereskedőnk hentes volt előtte, a második legjobb kereskedőm villanyszerelő volt előtte, de egyébként a klasszik vonal az, hogy egy papírboltos berakja a parti árut a boltjába, egy ajándékboltos, egy játékboltos berakja a boltjába, de hozzám nagyon érdekes helyekről jönnek vállalkozók, akik mondjuk profilt váltanak. De bocsánat, alapvetően ti kerestétek őket, vagy hogy indultak el ezek az offline dolgok az elején? Ez egy jó kérdés, hallod, ezzel ki szoktam mindenkit akasztani. Soha nem volt értékesítőm, szélszesem. 800 milliós árbevétellel mondod ezt? Én kimondtam azt, srácok, 20 éve, hogy aki engem akar, az majd jön. És majd olyan vonzóvá teszem a céget, hogy boldogan jöjjön. Mm-hmm. És ott is tartsuk, és ott is maradjon. Tehát nálunk nem volt az meg, hogy ügynök, szélszes, megy, tolja, árulja, viszi. Nem. Mi nem azt mondom, hogy vártuk, mert jeleket adtunk, de jöttek. Igen, ezt akartam mondani. A mai napig. Hogy ez jól hangzik, de akkor azért valamilyen fajta márka ismertségetek volt. Tehát valahogy azért hallottak rólatok a partnerek, és a végső döntést, ha döntötték el a vonzóság alapján, hogy ez mi volt, ami alapján hall valaki rólatok, tovább ajánlja, hogy ismerős vagy? A mai napig, pont ma beszéltünk, most hál' Istennek elég sok új vevő, új nagykerbevő jött hozzánk, és hogy kerülnek hozzánk? Látják a terméken a címkét. Ugye hál' Istennek kötelező az a címke, hogy forgalmazza, made in USA, meg egyebek, tehát az kis kötelező adatok, és azon rajta vagyunk. Látja a terméket, tetszik neki a termék, megnézi, lufi nagyker, boom, és ott van. Aha. Most már van hol megnézni, mert van olyan, hogy internet. Mondtad, hogy parti kellékesek vásárolnak tőled sokat, partikat szponzoráltak a termékeitekkel gyakorlatilag, vagy ahhoz adtok kínálatot. Hát nem gondolom, hogy a 2020-as volt ennek az évnek a top időszaka. Hogy érintett titeket, vagy a ti viszont eladóitokat a koronavírus? Hát mi 3 nap alatt kaptunk sokkot, ez a 3 nap március 13 és március 16 között következett be, amikor így észleltük, hogy valami van, és a forgalmunk így 100%-ról, ugye mindig az előző év adataihoz hasonlítjuk az adott év forgalmát, először így beesett 70%-ra, aztán 50%-re, utána 30%-ra, ugye minden nap próbáltunk ahhoz hozzá tervezni, hogy jó, hogyha 70 marad, akkor mi lesz, aztán másnap már 50 marad, akkor mi lesz, aztán 30 marad, akkor mi lesz, és utána 0 lett, akkor mondtuk, hogy jó, mert akkor legalább 0 tervnek neveztük el a tervünket, hogy mit fogunk csinálni, mert annál lejjebb már nincs. Annyira nem volt vicces. Amúgy engem, ami kisegített a válságból, illetve ebből a helyzetből, azok a vállalkozó barátaim. Nem hiszitek el, pár nap múlva olyan messenger üzenetekre ébredtem, hogy te Niki, nincs fölösleges embered, csapatod másik webáruházba, akik viszont úgy fölpörögtek, mert ugye mindenki online kezdett el vásárolni, mondom, nekem, mondom, csak az van, hány embert kérsz? És akkor zúgy 6 ember átment mondjuk egy webáruházhoz, ami ilyen gyerektermékekkel foglalkozik, akkor 2 nap múlva megint messenger üzenetre kelek reggel, te nincs csapatod, mert egy kertészeti árudába barátoméknál egyszerűen nem bírják a tempót. Mondom, csak szabad emberem van, és akkor 6 ember ment a kertészeti árudába, tehát nekem ez könnyített nagyon nagyot a bér és a járulékok a legnagyobb költségünk, nekünk vállalkozóknak, hogy így ki tudtam leasingelni az embereimet, és 3 hónapig máshol dolgoztak, és gyakorlatilag az a túlélésünkben nagyon sokat segített. És akkor így tudtad egyben tartani igazából a saját kis csapatodat,
Meg gondolom, már visszakaptad őket. Már visszakaptam június, amióta így mindenki visszaszivárgott a fedélzetre. És a nyár, ugye nyáron azért úgy kiengedték a népet, akkor feloldották ezt az egész cuccot. Egy nagyon jó nyarat csináltunk. Akkor nem azt mondom, hogy betömtük a tavaszi lukakat, de akkor boldogok voltunk. Ez a második hullám viszont újra nem tesz jót, úgyhogy nagyon várjuk, hogy mi lesz március 1 után. Igen, hát reméljük most már hamarosan vége, de itt nekem nagyon visszaköszön az, amit az Atti nagyon sok adásban mond március óta, hogy ebben az időszakban jön ki igazán az, hogy milyen kapcsolatokat, meg milyen akár barátságokat, vagy partneri viszonyokat épített az ember az azt megelőző években, feltéve, hogy volt rá ideje, és ebből a sztoriból nekem ez most ugyanaz jön. Atti más jellegű, de hasonló mentalitású vagy lelkületű sztorikat mesél, hogy lehet ezt az időszakot arra kihasználni, hogy ilyen szívességekkel, és nem pénzmozgással feltétlenül, hanem pont, mint amit te mondtál, hogy akkor munkaerő átcsoportosítással, ilyen win-win dealekkel túlélni, úgyhogy ez szuper. És akkor itt adás előtt már elhangzott egy ilyen, hogy azért tervben van egy milliárdos árbevétel, azt mikorra látjátok? Igen, ezt a 20-ra nagyon terveztük, de ember tervezést nem végez. Igen. De a következő célunk, hát nem feltétlenül a 21-es év, szerintem ez még egy ilyen, bárki tudja, meglátjuk, átmeneti év lesz, de akkor majd 22. Amúgy soha nem voltunk pénz, vagy túlzottan profit orientáltak. Inkább azt mondom, hogy termelékenység és produktivitás orientáltak vagyunk, tehát imádjuk a termelékenységi mutatónkat egyre följebb tornászni. A másik meg, hogy maximálisan emberorientáltak vagyunk. Tehát nálunk abszolút első az ember. Munkatárs is, vevő is, tehát minden emberi kapcsolat elsőbséget élvez. Én mindig azt mondtam elejétől fogva, hogy a pénz az csak melléktermék. Az úgy is csőstül jön, ha valamit nagyon jól csinálsz, és tényleg szíved, lelked belerakod. Itt azért nagyon sok minden elhangzott, amiből, és most ez egy érzékeny téma lesz, főleg így 2020-ban, de hogy amiből nekem azért jön ez a női energia, ami sok gondolkodás beli dologban megnyilvánul. Maga az, ahogy beszélsz a dolgokról is, hogy biztos, hogy sok férfi vállalkozó ismerősöd van. Én azért azt gondolom, hogy itt nincsenek pontos számaim, de a vállalkozói piacon is szerintem túlnyomó többségben férfiak vannak, hogy látsz olyan előnyöket csak ebből a különbségből, hogy te nő vagy, és nőként vagy cégvezető, amit mondjuk tehát ahol máshol nem látsz. Van ebből különbség, vagy ez teljesen nem számít szerinted? Mondom, ami elsőre eszembe jutott, és ez a bizalomnak a kérdésköre, illetve a sebezhetőségnek a kérdésköre. Én mindig úgy működtem, mert nem tudok másképp működni, hogy odaadom a bizalmat előre. Aztán majd max, ha valaki eljátsza, akkor már nem leszek annyira nyitott az ő irányába, de mindig mindenkiben bízok. És ez nekem nagyon bejött, mert többször csalódtam, de ha mondjuk 10 esetből egyszer megégeted magad, fájni fog, csalódt, de ott van mellett az a 9 másik csodálatos eset, ami meg fantasztikusan akár előre viszi a céget, akár boldog lehet tőle az egész cég. Tehát akkor nem arra az egyre fókuszálok, az benne van a pakliba. Tehát ez a bizalomnak az odaadása, a másik pedig, hogy a sebezhetőség vállalása. Nagyon sokan nem merjük. És volt egy pont, ahol én felvállaltam mindent. Ugye nőként a férfúrralt a vállalkozói világban, amikor elmész egy konferenciára, egyetlen nő vagy a színpadon, csak pasik. Elhívnak egy mastermind csoportba, aztán még egybe, meg még egybe, és örülsz, ha esetlegesen valamelyikben lesz még egy nő, de zömmel férfiak között ülsz. Már egyébként megszoktam, hogy nagyon sok barátom van így az üzleti világban, és férfiak, mert általában ők vállalkoznak. Tehát még a sebezhetőség felvállalását is én azért mondanám előnynek egy cégépítésbe, mert például a munkatársaid, a csapatod látja azt, hogy te egy ugyanolyan érző emberi lény vagy, mint ők. Nem játszod meg magad, nem játszod a keményet, a kemény főnöket. Ez nőként szerintem még hülyebben néz ki, mint egy pasi esetében. Hanem mersz önmagad lenni, ugye nőként mersz lány lenni. Nagyon-nagyon meghálálják azt, hogyha te törődő vagy, hogyha gondoskodó vagy. És én mindig azt mondom, hogy nekünk vezetőknek az a feladata,
hogy a csapatunkról gondoskodjunk, a csapatunkkal törődjünk, mert ők lesznek azok, akik majd ezt megteszik a vevőinkkel. És ez nagyon-nagyon jó hatással van a profitra. Okay, ez egy szép mondat zárás volt. Visszatértünk a pénzhez. Visszatértünk a pénzhez, azért az is fontos. Igen, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy önmagában ez az 1 milliárdos árbevétel, és ez már nagyon, nagyon közel álltok. Találkoztál-e olyan esetleg irítséggel, vagy volt-e olyan konfliktusod ebből, mert ez biztos, hogy vannak, mindig vannak irigyek. De férfiként én úgy gondolom, hogy az a baj, nem tudom úgy megfogalmazni, hogy ne hangozzon ez degradálónak, pedig nem annak szánom, de hogy azért ez egy iszonyat munkabírást igényel, amit általában a férfiak nem feltételeznek a nőkről, ugye tárgyalások, ugye te is említetted, hogy férfiakkal vagy körbevéve ezt nőként kezelned kell, tehát hogy ez egy olyan cél, ami mindenki számára egy nagyon nehéz utat jelent, és egy nagyon hosszú utat. Igen, ez nem baj, ha nehéz vagy hosszú, csak élvezzük közben. Igen, de hogy biztos nagyon sok férfi ír így is erre, hogy te ilyet tapasztaltál, hogy azért ez nem egy fáklyás menet. Egy miatt nem tudom ezt, mert két dolog miatt nem tudom, mert egyrészt mindig a jót nézem az emberekbe. Uh-huh. Itt pont Tomival beszéltünk a Poliannás könyvről, meg arról, hogy én egyszer fiatalkoromban eldöntöttem, hogy én nem keresem az emberekbe a rosszat, nem bírálom, nem kritizálom, sokkal jobb nekem úgy élni, hogy ezt nem teszem, és hogy most már játékot is csinálok abból, hogy direkt a jót lássam meg benne, meg amit értékelni lehet benne, tehát ez az egyik, hogy nem is észlelem, ha igen, mert lehet, hogy igen. A másik pedig az, hogy akikkel én körülveszem magam, ugye Wolf Gábor szokta mondani, hogy téged körülvevő 5 ember átlaga vagy, és én arra nagyon figyelek, hogy kikkel barátkozok. És az a környezet, amiben én mozgok, ott abszolút egymás emelése, egymás elismerése, egymásnak való segítés, egymással való megosztás, egymás bátorítása, tehát ez a módi. Tehát nem tudom, hogy milyen lenne az, ha. Uh-huh. Hála a jó Istennek. De ez valahol egy tudatos választás, hogy kikkel veszed magad körül. Milyen helyekre mész el? Például ide. ez bóknak vesszük. Ez az kicsit, volt. Kicsit szerintem így az általános női vállalkozói rétegről is beszéljünk, hogy nekünk ugye van a mi saját tapasztalatunk, aminek egy tök jó leképezése, hogy a BB-be valahogy 2 hölgyet tudtunk eddig meghívni vendégnek, de hogy te mit látsz arról, hogy milyen arányban tudnak sikeressé válni nők vállalkozóként? Ismersz olyan történeteket, amik akár a tiédhez hasonlóak, akár mértékében, akár komplexitásában, vagy pedig inkább az a kép az igaz, amit én látok, hogy női vállalkozóként sokkal inkább mikrobizniszeknél állnak meg? Szerintem ez az év, vagy ebben az évben tapasztalom azt, hogy valahogy a nők kezdenek kinyílni, megnyílni, bátrak lenni, vállalkozni. Egyáltalán elmerik képzelni azt, hogy nem a hagyományos szerepben akarják csak magukat megméretni, és egyre több jó példát látok. Most már például tudok magam helyet ajánlani valakit üzleti konferenciára előadónak, hogyha én éppen külföldön vagyok. Igen, most én az én környezetemben már vannak több száz milliós vállalkozó nők. Uh-huh. Abszolút. Mi változott? Tudnék mondani, és majd ajánlok nektek jó, egy néhányat, jó? Mi változott? Mondod, az elmúlt egy év az ott átfordult valami, hogy szerinted mi változott ebben az évben, vagy mi éred be ebben az évben? Milyen korábbi folyamat éred be? Megjelentek a piacon, és most egész konkrétan Gábe Átára gondolok, aki női vállalkozókat kócsol és mentorál. És egyre többen kerülnek ki az ő szárnyai alól is. Tehát már nem csak a mentorok, kócsok, előadók között, illetve mentorok, kócsok, előadók már nem csak férfiak, egyre több a nő. És ezek a nők egyre több nőt bátorítanak. Tehát megjelentek a példák. Megjelentek a jó példák, elkezdtek és megjelentek hinni. A jó tanítók. Elkezdtek hinni a nők, és a nők elkezdenek, így van, és a nők elkezdenek hinni önmagukba. Mint ahogy te is hiszel, hogy meg tudod csinálni ezt az 1 milliárdos árbevételt, ami már 800 plusz milliónál jártok, tehát hogy elmerted hinni, hogy te ezt meg tudod csinálni, és valószínűleg ezért sikerült.
Igen, egyébként ez a pénzparadigma, vagy a pénzzel kapcsolatos hirdelem, ez egy nagyon jó kérdéskör, és magamon, ha így visszatekintek, emlékszem, hogy az első években azt sem tudtam elképzelni. A 200 ezret el tudtam képzelni, mert az apukám odaadta. Tehát azt tudtam, hogy mennyi. Akkor utána már a pár milliót is el tudtam képzelni, mert már forgott keresztül rajtunk annyi forgalom. Akkor utána ugye az forgalom az néhány 10 milliós lett, mi ott olyan 40-60 körül tötyögtünk elég sokáig, akkor a 100 az ilyen elképzelhetetlen volt. De aztán utána meg volt az is. És emlékszem, volt egy olyan pont, Pongor Juhász Attilának nagyon szeretem a céla, évindító célállítóját, azt nagyon sokszor megcsináltam. Egyébként hót ugyanaz az egész, csak én vagyok mindig más évelején, más tervekkel, más célokkal, és nagyon szeretek azzal a pár nap alatt magamon dolgozni. És volt egy olyan év, ahol Attila leíratott velünk 2 számot, árbevétel és profit. És akkor 240 milliósak voltunk, nem leírom a kedvenc számomat, 721 millió árbevételbe, de ez 3-szor annyi, 3 év múlva mondom, ez egy komplet, de leírtam. És akkor ugye rakjunk mellé profitot is. Hát mondom, akkor ugye megfordítottam a számot, mondom, 127. Mondom, hogy gyönyörű profitre, hát mondom, legyen 127 millió. Azt is leírtam. De akkor 240-nél voltunk, 0 profittal, soha nem vettem fel osztalékot, mondom, 3 év, irreális az egész, de írjuk le. És srácok, 3 év múlva megtaláltam azt a papírt, egy kis kártyám volt, és 7-21-es árbevétel mellett 100 fölötti, 120 volt a profit. Mondom, azt a rohadt, ez működik? Egyébként igen, hogy tágítgatod a határaidat. Igen, mert elmerted képzelni. Tehát, lemertem hogy én most, írni. Igen. Lemertem tehát, írni. De nem azt, hogy és elmertem ki. Igen, tehát, hogy az előbb kérdeztem, hogy elkezdtek a nők hinni magukban, és ugye akkor vezetted végig, hogy nem tudtad elképzelni, a 200 ezer volt kézzel fogható, ugye, és így akkor van. Utána milliók, 10 milliók, 100 milliók. Ez a gát szakadt át a nőknél, és kaptak már annyi bátorítást az elmúlt években, kialakult ennek egy ökoszisztémája igazából, hogy már ők is elhiszik, és el tudják képzelni. Így van, és egyre több példa van, ami megmutatkozik, és én mindig azt mondom, hogy ha valamit egy ember meg tud csinálni, akkor azt én is meg tudom. Tehát, hogyha már egy ember véghez vitte, akkor az megcsinálható. És higgyük már el magunkról, hogy megcsinálható. És tényleg bárki megcsinálhatja. Tehát igen, erre szokták példának mondani ezt a 2 óra alatti maratont, ugye, ami mostanában volt, meg a 100 méteres síkfutásra, hogy 10 másodperc alatt nagyon sokáig lehetetlen volt. Aztán egyszer csak valaki megcsinált, és utána 1-2 éven belül újra megcsinált. Érdekes módon, igen. Igen, szóval az, hogy elhiszi az ember, ez nagyon sokat számít, meg tényleg az, hogy látja pozitív példákat. Azért én ezzel együtt is úgy érzem, hogy szerintem főleg ilyen egyszerű történelmi okokból, hogy azért sokkal kevesebb a női vállalkozó, és hogyha 2021-et nézzük, lehet, hogy ez az arány változik, de még így is szerintem tehát sokszoros a férfi vállalkozóknak az aránya. Lényeg a lényeg, ha most valaki hallgatja, fiatal női vállalkozó jelölt, van-e számára valami tanácsod, amit így a 25 év tapasztalatával egyetlen tanács, amit mondanál neki? Egy kicsit elkanyarodnék, de lesz egyetlen tanács a végén. Az egyik az, hogy Bukarestben voltam 2 év a Brand Minds-on, és a Columbia Egyetemről volt ott egy professzor, egyébként indiai származású, és nagyon megérintett egy mondatával, amikor azt mondta, hogy igazából nincsenek nemek, nincs olyan, hogy nő, férfi, nincs olyan, hogy bőrszín, ember vagy, és nincs olyan, hogy kor, életkor, fiatal, öreg. Tehát egyetlen létezik az ember. És ezért sem szeretem annyira szétszedni ezt a dolgot, hogy nőknek, férfiaknak, fiataloknak, időseknek. Egyébként a tanács az lenne, hogy hallgass a szívedre. Én amikor a szívemre hallgattam, akkor mindig jól döntöttem. Amikor belekevertem az eszemet, meg az egómat, akkor nem annyira jól sültek el a dolgok. Honnan tudod, hogy éppen meg tudod különböztetni, hogy mikor szól a szíved, és mikor szól az eszed, vagy az agyad? Hogy tudod ezt szétválasztani jól? Erre van egy nagyon jó trükk, ezt Bedőt, amit barátomtól tanultam. Dobd föl egy érmét, és amelyik érem oldalnak drukkolsz, hogy úgy essen le, akkor az a szíved. Velem ez meg
történt, pont a felmondásom előtt a Márton Gábor csinálta ezt meg velem, és feldobta, és még mielőtt megnéztük volna, hogy mi az eredmény, hiszem, vagy lehet, hogy miután már megnéztük, már nem tudom pontosan, de kérdezte, hogy mit érzek. És hogy mondtam, hogy rettegtem attól, hogy arra az oldalra fordul, amelyikkel ott kell maradni a munkahelyemen. Ott a pont. És akkor azt mondtam, hát akkor az így elég tiszta volt. Persze utána be voltam szarra, mint az állat, de hogy akkor így tudtam, hogy mit akarok valójában. Egyébként az soha nem baj. Tehát nekem is volt tele a gatyám, gondolhatjátok hányszor az elmúlt 20 évben, csak félsz, de menjél. Tehát merj. Az nem baj, közben félünk. Igen, azért kevés nőt ismerek, aki a bizniszét uzsorások támogatásával építette fel. Akkor nem volt más. Nem volt más. Kemény volt kitermelni egyébként, és hát nagyon sokat elvitt. Tehát ez egy esztelen kamat. Tehát szinte az semmiért dolgoztál, de valami mégsem semmiért, mert folyamatosan nőtt az árukészlet, ugye nekünk már bőven 100 millió fölött van most az árukészletünk, tehát megértem, másnapra szállítunk, azonnal raktárról szállítunk. Tehát, hogyha ez a cél úgy megvan, akkor csinálok. 100 milliós az árukészlet, emögött van bankhitel? Semmi hitelünk nincs. Na és képzeld el, 2015-ben jött az a pont, és szerintem minden egy döntés. Eldöntöttem azt, hogy én hitelmentes akarok lenni. Mínusz 45 millió volt a nyakamban, be volt 12 svájci frank, 25 Széchenyi kártya, nem tudom én, 8 forgóeszköz, tehát mindenféle hitel kombója, mínusz 45, és annyira utáltam, mert azért nem aludtam nyugodtan, hogy ez a teher úgy ott van. És eldöntöttem, hogy jó, innentől kezdve minden figyelmemet arra rakom, hogy hitelmentessé tegyem a céget, és mint a nagyok, cash tartalékot képezzünk, és ehhez elkezdtem tanulni. Tehát azért az sem mindig úgy van, hogy eldöntöm, aztán várom, hogy valami történjen, hanem én tényleg megtanultam a pénzügyi tervezést, a controllingot, a mérlegolvasást, és 3 év alatt már a készpénztartalékot építettük. És akkor abból készpénztartalékból van olyan tőke, ami fedezi 100 millió forintnyi árunak a... Egyébként 180, de... Hoppá! Igen. Egy kis módosítás. Ott egy 80-as. 100 fölött, jó van, 100 fölött van, igen. Viszont nagyon, nagyon jó a készletünk. Tehát ami párhuzamosan dolgoztunk, hogy optimalizáljuk. Tehát jól forgó legyen, jó áru legyen, kifuttatni, ami nem forog. Tehát az összetételét tekintve is egy... Jó. És ez nagyon-nagyon segít nekünk most a COVID alatt. Ez a fajta hitelmentesség, magas készletállomány szerinted az egyik fő oka annak, hogy kevésbé vagytok sérülékenyek? Nagyon nagy biztonságot ad. Igen, pont belegondoltam, hogy ha most ez a COVID minket egy kezdeti építkező fázisban ér, akkor nem biztos, hogy ennyire nyugodtan tudnék itt ülni. És nagyon örülök annak, hogy már abban a fázisban ért minket. Tehát tényleg a két kezemet összeteszem, amikor már teljesen hitelmentesen és tartalékokkal. Tehát mi a COVID-nak úgy mentünk neki, hogy van egy 4-10 hónapnyi tartalékunk, ha tényleg zéron marad a buli. De hál' Istennek nem marad zéron. Ti mennyire vagytok egyedülállóak a saját piacotokon belül? Tehát vannak-e olyan konkurenseitek, akikkel ti harcban álltok? Én a Blue Ocean Strategy-nek vagyok a híve, ez a kék óceán stratégia, tehát én nem megyek olyan vizekre, ahol vér folyik és háborúzni kell. Nyilván nekem is vannak versenytársaim. Kínaiak. A kínaiak is, igen, meg van másik partiáru nagyker is, meg vannak játék nagykerek, akiknek szintén van a választékában partiáru. Félszemünk mindig rajtuk, de nekem a figyelme mindig magamon volt. Az, hogy magam alatt a céget értem, és a csapatomat, hogy mi győzzük le önmagunkat, mi váljunk sokkal erősebbé, mi legyünk az okosabbak, szebbek, ügyesebbek, jobbak, mert ha te, ez ugyanolyan, mint egy sport, vagy edzés, tréning, ha te futod a legjobb időt, akkor úgyis te fogod megnyerni a versenyt. Van egy teoretikus kérdésem még ehhez, ami kicsit ilyen, csak egy hipotézis, de hogy mi lenne az, amit a konkurenseidnek tennie kéne ahhoz szerinted, hogy téged kimozdítsanak a pozíciódból, hogy akár csődbe juttassanak? Mindig úgy működtem az elmúlt években, hogy konkurencia előtt lenni 3-5 lépéssel, tehát fejlesztésekben, innovációkban, tudásban. Nyilván reagálsz, tehát hogyha az üzleti világban történnek dolgok, akkor azt helyzetfüggően reagálod, és hogyha elég nagy a szerszámos ládát, tehát van mihez nyúlni, és itt főleg így
mindsetre értem, akkor úgyis kitalálod azt, hogy mi legyen az a lépés. Nyilván ilyen COVID jellegű külső hatásokra kevesebb lépésünk van, mindenkit érint, de... Akkor az lenne talán az egyetlen ilyen veszélyzóna, hogyha elaludnál, elkényelmesednél. Igen, az egy nagy beszéd, és nagyon, nagyon jó oldalról közelíted meg, én mindig is azt mondtam, hogy egy céget csak belülről lehet tönkretenni, és csak saját maga tudja tönkretenni. Így van. Akkor, hogyha már belül járunk a cégen belül, akkor van itt egy könyv, amit hoztál nekünk ajándékba, illetve a hallgatóinknak is, az a cím, hogy Boldogság, mint cégkultúra. Mesélsz erről a könyvről nekünk? Nagyon szívesen. Mert ez egy szerelemkönyv. Én évekkel ezelőtt beleszerettem egy amerikai cégbe, akit úgy hívtak, hogy, vagy hívnak, hogy Zappos. Bocsánat, a múlt idő azért csúszott ki a számon, mert a Zapposnak volt egy legendás CEO-ja, akit Tony Shane-nek hívtak. Sajnos Tony tavaly novemberben meghalt. 2 nappal a halála előtt jött ki a nyomdából a magyar nyelvű könyv. Az ő könyv, ő írta egyébként a könyvet, az Zappos vezérigazgatója, angolul a címe Delivering Happiness, magyarul a Boldogság, mint cégkultúra címet kapta. Én a Zappos 2007 óta követem, és azért kezdtem őket követni, mert ugye mi akkor építettük a webáruházunkat, az ünnepek áruházát, és valami jó példát kerestem, akiketől lehet benchmarkolni ötleteket, és Magyarországon ilyet nem találtam, ezért kicsit kijebb mentem Amerikáig, és a Zappos ez egy nagyon sikeres amerikai elkereskedő, egy cipő kereskedés. Hát 2 milliárd dollárért vette őket meg az Amazon nemrég, tehát egy nagyon jó exitet csináltak, de amiről igazán híresek, az a cégkultúrájuk és az ügyfélszolgálatuk. Egy fantasztikus szervezetet épített Tony, én többször voltam kint náluk bele lesni, akár az ügyfélszolgálatuk, akár a HR-juk, hogy működik. Nagyon sokat tanultam tőlük, és nagyon sok minden elemet belecsempésztünk a saját cégünk működésébe és az Zappos működéséből, és tavaly Toninak a könyvét kiadtuk, és most már magyarul is olvashatják. Az angolul nem tudó vállalkozók. Személyesen ismerted Tonit? Nem, képzeld el, megvoltak a repjegyeink múlt év szeptemberére, hogy újra megyünk ki Zappos túra, és csinálunk Tonival egy pub túrát is Vegas belvárosába, és ezt az egészet elsodorta a COVID. A vezetőimmel mentem volna ki, illetve egy pár másik magyar vállalkozó csatlakozott volna hozzánk. Elsodorta a COVID plusz Toni november végén meghalt, úgyhogy... Ez egy szomorú apropó a könyv megjelenéséhez. De hogy te hoztad ki ezt a könyvet ugye a magyar piacra, miért gondoltad azt, hogy ezt magyar nyelven is ki kell adni? Tele van kincsekkel, és szerintem a vállalkozói boldogságnak, a munkahelyi boldogságnak minden titka benne van. Olyan kincsek is, amik a te vállalkozásodban fellelhetőek? Mert ugye azért gyűjtöttünk egy-két infót rólad, és ugye visszajött az, hogy neked fontos az, hogy erős és egységes csapatod legyen, és boldog. Ezek ebben a könyvben fellelhető kincsek alapján csináltad, vagy alakítottad te a csapatodat? Igen, pont ilyen kincsekre gondolok, és teljesen Tonyhoz hasonlóan építettem én is fel a csapatomat, és így egy 10 év távlatából visszanézve most, hogy a könyv megjelent, és átnéztem Tony alapértékét, 10 alapértékét, és összehasonlítottam a mi 10 céges alapértékünkkel. Nagy meglepetéssel vettem tudomásul azt, hogy 7 teljesen ugyanaz, tehát 7 szinte teljesen megegyezik, tehát ennyire hasonló a mi szervezetünk a Tony szervezetére. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy cégnek meglegyenek azok az alapértékei, ami köré tudja szervezni a csapatát, a céges kultúráját, és hogy ezek le legyenek írva. Ezt a csapattagok is ismerik, mi több a saját csapatunkkal rakjuk ezt össze, hogyha ez még így nincsen meghatározva, mert például mi, amikor összeomlott minden alattunk márciusban, akkor az egyetlen dolog, amiben kapaszkodni tudtunk, az a cégkultúránk, és ez a 10 alapértékpontunk volt, és ennek mentén mentünk tovább, és sikerült egyben tartani a csapatot, és... Amúgy ez a Zappos, én olvastam róla már több könyvben is, több szempontból, és azért
ebben is legendás, hogy boldogság, mint cégkultúra, de ehhez hasonlóan ilyen mindsetbeli kérdésekben egy csomó ilyen legendás dolog van az Apposzról. Az egyik, amit olvastam, hogy ott azt hiszem, hogy cégpoliciban ki van adva, hogy az ügyfélszolgálatosnak nincs olyan kvótája, hogy 10 perc alatt le kell tudnia egy ügyfelet, hanem hogyha 2 óráig kell beszélni egy ügyféllel, akkor 2 óráig beszél egy ügyféllel, és valami ilyesmi volt a sztori, hogy ilyen egészen odáig lementek az ügyféllel, hogy igazából kiderült, hogy nem is a cipővel volt a probléma, meg ilyesmi, hanem valami családi probléma, és így elbeszélgettek az ügyfélszolgálatossal. Igen, azt hiszem a leghosszabb hívásuk valami 6 vagy 8 órás hívás volt. Igen, és hogy ott valóban ők is arra mennek, hogy nyilván, tehát most ez a könyv arról szól, hogy a boldogság, mint cégkultúra, de hogy ez közvetítik a vevők felé is, tehát hogy ők boldog vevőket akarnak, és valahol itt visszafűznék arra, amit te mondtál, hogy nálatok is az van, amit itt több helyen így mondtál, hogy a boldogság az elsődleges, és a pénz az ennek a mellékterméke, ami egy kellemes melléktermék, de még kellemesebb a boldogság, hogy nem olvastam még ezt a könyvet, bár ez lesz a következő az olvasó listámon most, de hogy az Apposzból ez sugárzik, hogy ezt csinálják. Igen, és sugárzik belőlük azt, hogy lehet úgy milliárdokat csinálni, hogy közben jól érzed magad, és szerintem ez a nem mindegy. Én 5 éve döntöttem el, hogy csak oda, csak azokkal, ahol én jól érzem magam. Tehát, hogy talán ez a legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat. Szerinted egy egyéni vállalkozónak is kellenek ilyen alapértékeket megfogalmazni? Szerintem fontos és hasznos. Ezekre annyira lehet építkezni. Jó. Megígérted, hogy csinálhatunk egy játékot a könyvvel, amit kiadtál, úgyhogy arra biztatjuk a hallgatókat, hogy aki szeretné elolvasni ezt a könyvet és ajándékba megkapni, az írjon nekünk egy e-mailt a podcast@businessboys.hu-ra, és írjátok le nekünk azt, hogy hogyan képzelitek a boldogságot megteremteni a vállalkozásatokban. Hogyan tudjátok azt elérni, hogy a boldogság legyen az elsődleges abban a vállalkozásban, amit csináltok, és hogy azért milyen lépéseket tesztek, vagy tettetek korábban. És a legjobb sztorikat Niki fogja értékelni, és öt ilyen történetet fog kisorsolni, kiválasztani pontosabban, amelyik a leginspirálóbb szerinte, és a ajándékba adjuk, majd ezt a könyvet elküldjük neki. Úgyhogy játszatok velünk, és akkor a határidő arra, hogy ezt megtegyétek, az március 15-e, 2021. március 15-e, és akkor még egyszer az e-mail cím podcast@businessboys.hu, és Niki fog választani majd a legjobb pályaművek közül. És március 15-e 23 óra 59 perc. Tehát március 15-e egész nap meg lesz, hogyha valaki last minute ezen akar gondolkodni. Köszönjük szépen, Niki, hogy itt voltál velünk. Szerintem nagyon-nagyon érdekes volt önmagában ez az életút. Nekem, ami a legjobban megfogott, és bocsánat, hogy én erre így rápattantam, de az a uzsorakamat, ez nekem egy nagyon emlékezetes dolog Attila maradt. Elkezdett gondolkozni rajta, hogy lehet betörni erre a piacra. Hogy nőként uzsorakamattal bemerted vállalni ezt a vállalkozást, tehát hogy ez dicséretre méltó. Szerintem a hallgatóinknak is nagyon hasznos volt, és várjuk a feedbackeket, és örülünk, hogy egy újabb női vendégünk volt. Úgyhogy, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. A két állandó bútornak is köszönöm, Mester Tominak és Sándorfi Adriánnak. Niki, neked még egyszer köszönjük, hogy itt voltál velünk, és a könyveket és a játékot is köszönjük szépen. Ennyi volt már a Business Boys adás. Kövessetek minket Instagramon, Facebookon, amennyiben szeretnétek egy kicsit csevegni velünk, vagy exkluzívabb tartalmakért, illetve hallgassatok minket iTunes-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, ugyanaz, mint az iTunes. Google Podcast-en, illetve értékeljetek minket, mert már régen olvastunk be értékeléseket. Tényleg, kövi adásban értékeléseket fogunk beolvasni, de csak akkor, ha küldtök. Így van, köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok, sziasztok! Sziasztok!